A kereszténység egyik fontos ünnepe a Szentlélek kiáradásának ünnepe, vagyis a pünkösd, amely a húsvét befejező időpontja, ez az 50. nap. Húsvét után a 7. vasárnapon és az azt követő hétfőn tartják, így a nyugati kereszténységben a pünkösd legkorábbi lehetséges dátuma május 10 és 11, a legkésőbbi pedig június 13 és 14. A húsvéthoz hasonlóan a pünkösd is egy egész héten át tartó ünnep, azonban ebből csak két nap nyilvános. A második században említették először ünnepként az ókori keresztény írók, valójában egyidős az egyházzal. Az ünnep miatt, bár sokszor már júniusra esik, május hónapot pünköst havának is nevezik. A neve is innen származik, ebből a görög pentakrosz szóból a pünköst szó, és ez az Úr Jézus mennybe menetelét jelzi, és jelenti ez az ünnep, és a katolikus vidékeken ilyenkor földíszítik a templomot az ünnep tiszteletére, és virágokat, zöld ágakat visznek be, és ebből egy-egy pici ágat letörnek a mise után, vagy pedig egy-egy levelet elvisznek, de ez lehet diólevél, vagy hát bármi, amit így a környezetükben megtalálnak, és ezt szentelményként használták. A szatmári beregi református vidéken pünkös hajnalán a lányok elmentek megmosakodni a Tiszára, hogy egészségesek és szépek legyenek. De ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a pünkösdi királyválasztás is. A középkor óta ismert szokás során ügyességi versenyen választották ki a megfelelő férfit, aki később a többieket vezethette. Gyakori szokás volt, hogy ilyenkor avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak és kocsmázhattak. De a május fállításhoz is volt köze a pünkösnek. A májusfának a kitáncoltatása is ilyenkor volt, hiszen május 1-én ugye ez a majálisnak a szokásához hozzá tartozott, és hát talán ma is gyakorolják ezt a szokást, hogy fát, májusfát állítanak annak a lánynak a háza elé, ahol vőlegény van, vagy komoly udvarló van, és hogy ezzel is kifejezve ezt a átmeneti állapotot a lányok életében. Tehát ami azt jelzi, hogy komoly udvarlója van. Ez ma is látok ilyen földíszített fákat május 1-én, és ezt ilyenkor elteszik, lebontják és elrakják. Tehát ez a májusfának a kitáncoltatása ezt jelzi. Ezek közül a népszokások közül egyre kevesebb él, a fiatalok alig ismernek párat. A kereszténység előtti időszakra visszanyúló elemek pedig szinte teljesen kikoptak a köztudatból, csak a legvallásosabb családok és települések elevenítenek fel néhányat.